Újra a Kunhegyesi pálya széléről jelentkezünk. Köszöntöm a folytatásban is a Karcag Televízió kedves nézőit. 0-0-val fordulnak a csapatok a kunsági rangadón. És hát azért azok a nézőink, akik hétről hétre követik a labdarúgó közvetítéseinket, azok azért azt konstatálhatják, hogy hát igen, ilyen is igen régen fordult elő. Hogy Karcag meccset néznek, és a szünetben 0-0 az állás. Valóban nem megszokott. Utoljára február 28-án fordult elő, hogy például a Karcag nem rugott gólt az első fél időben. De az, hogy 0-0-ra álljunk a szünetben, az legutóbb 2015 novemberében még Jászfényszaron fordult elő. Azt megelőzően pedig a 6, illetve 7. fordulóban Szajol és Füred ellen volt 0-0 az állás forduláskor. Ebben az idényben tehát kedves nézők nem jártak még úgy, hogy az első fél időben nem láttak gólt. Hát ma ez is megtörténik. Reméljük, hogy a folytatásban azért egy kicsit aktivizálják magukat a csapatok. Erdei, hát ő rögtön meg is teszi. A 47. percben, ahogy kijövünk a fél időre, már vezet is a Karcag. Hát, ha ez kellett hozzá, akkor hamarabb is mondhattam volna, hogy jó lenne betalálni. Erdei góljával igen korán megszerzi a vezetést a második fél idő elején a csapat. Kellett hozzá egy védelmi hiba is. Nem sikerült felszabadítani, és pont Erdei elé került. Ő pedig ballal nem teketóriázott, ahogy jött, erőből, védhetetlenül, közelről. Nem tetett róla csontos. 1-0 tehát. Megvan Erdei 5. szezonbeli gólja. És ez most megközelítéseket hozhat majd a találkozóhoz. A Kunhegyesnek mindenképp jönnie kell ezután, ha szeretne pontokat szerezni. És hát nekünk is jobban kedvez az, hogyha több szabad terület van, és többet lehet akár ellen támadásokat vezetni. De jól kezdtük ezt a fél időt. Kunhegyes egyébként egy hete is 0-0-val zárta az első játékrészt, akkor 2-0-ra kapott ki ugyebár Tiszafürettől. Hát a 0-0 egyelőre most is ül. És az is biztos, hogy gólt már ma is kap Varga László együttesen. Múlt héten egyébként személyesen Karcagon vette szemügyre Orosz István csapatát Varga László. Azért volt erre lehetősége, mert a Tiszafüred-Kunhegyes találkozó korábban kezdődött a többinél. Hát erre nem készítette fel ő sem a csapatát. Kellett hozzá az is azért, hogy a védőről visszapattanjon Erdei elé a labda. Picit bennmaradtak az öltözőben a hazaiak. Köszönjük meg nekik. Menjél föl! Megvan a várva várt karcagi előny. Bennünk volt a szögletzászló, nem kirugás, hanem bedobás lesz belőle.
Német. Orosz. Úgy látszik, hogy Kovács Csaba lecserélésével. Német, illetve Szőke azok, akik egy kicsit visszább zárnak. Nem bírja. Magos neki. Rasmori. Jó lenne azért hátul Szilárdnak maradni. Ez az, ügyes! Visszább, Divi, segít! Jó a labdaszerzés. Kicsit most megtorpan az akció. Balog azonban szépen teszi, most kapja meg Erdei. Nem jön össze a csel. Hamar viszont egyből indít. Nyugodtan haza kísérheti majd Imre Zoltán. Ő is mindössze egy meccset hagyott ki. A csapatkapitány, saját nevelésű játékos. Fontos láncszeme a védelemnek. Még akkor is, hogyha az nem musikál annyira jól. 51 gólt kaptak a Q1-esiek a bajnokságban. Átlagban fordulunk kint több mint kettőt. Ezen kellene lefaragni. A Gócs ellenőrzi mind a két labdát. Ez jobban tetszik neki. Ezzel végzi majd el a kirúgást. Egy hete kicsit benne volt a Törökszent Miklós elleni gólban. Csúnyán alászaladt a beadásnak. Két pont bánta. Nem szabad azonban a kapus nyakába varni. Sok mérkőzésen sok-sok pontot szállított már ő a Karcagnak. Nem vagyunk rosszul eleresztve kapus poszton. Dobos. Balog. Jó perdítés. Tyukodi, rossz a centerezés. Fordulj, fordulj! Fordulj már! Hova adod? Most én egyébként Balog. Fölborítja őt Imre, nincsen szabad rugás. Aztán jó a csel. Most Dobos kiszélre. Becsúszva Bukovszki. Szabó Zsolt, masször. Az egyedüli a karcagi kispadon. Valamennyi melegítő játékosunk ott hagyta őt. Középre lezárni! Így van! Furcsa lenne egyszer egy olyan kerettel kiállni, amikor mindenki egészséges és senki nem eltiltott. Hát, ez az édes ter. Nem Orosz Istvánnak az a dolog, amivel gyakran szembesül. De szokták mondani, mindig az a legjobb csapat, ami a pályán van. És hiába a kulcsemberek hiánya. A mai teljesítményre egyelőre nem lehet panasz. Balog volt szabálytalan. Most nem szándékos volt, de még szabálytalan. Picit összerúgta az a játékos bokáját. Távoli lövés. Elgurult a Gócshoz. Én is azt mondtam, hogy ennél ne legyen nehezebb dolga ma már a karcagi állóőrnek, azt kívánom.
Várjad meg! Melyé mennyire elfogult? Ne szurkoljál! Kupai! Ami igazság az igazság, akkor is, mit ellenetek van meg, ami... Úgyban volt egy picit a játékvezető, aztán elnézést kér. Hosszú! Egy les gól, amit számon kérhetünk rajta. Semmi több. Varga marad lent. Azt mutatják, hogy könnyen lehet, hogy csere lesz belőle. 80 méter. Karcagi oldalon Kovács Csabát kellett sérülés miatt lehozni. Varga László pedig könnyen lehet, hogy Varga Gábort kénytelen ápolási célzattal leszedni a pályáról. Hogy is melegíteni Kocsis Norbert. Alig, hanem ő fog beállni. Reméljük, itt sem történt súlyos és komoly sérülés. Picit jobban néz ki Varga, mint ahogy az első félidőben Kovács. Egyelőre 10 emberrel a hazaiak. Régen nyert már itthon a Kunhegyes, lassan ideje lenne megörvendeztetni a szurkolókat. Varga László hazai bemutatkozó mérkőzésén Tiszaföldvár ellen nyertek 3-0-ra. Előtte kisújszálláson játszottak döntetlent. Már-már úgy tűnt, hogy sikerül elindulni fölfelé. Nem úgy néz ki. Balog. Pedig egyébként látva ezt a mai mérkőzés és egyelőre ezt a szűk órát. Nem olyan rossz csapat ez a Kunhegyes, mint a tabellán elfoglalt helyezés mutat. A pontok nem jönnek. Nagyon csúnya belépő időközben. Teljesen jogos. A sárga lap. Dobos Nándor kapja. Rózsának lépett oda a 20 esztendős játékos. Kőkeményen. Csúnya megmozdulás, ez is teljesen jogos. Nálunk Rózsa sárgult már be. Az olyannál pedig Szabó kapott lapot, valamint az előbb megsérülő Varga. Gólok tekintetében mi? Sárga kártyák tekintetében ők állnak jobban. Azt számoljuk, amiben mi vezetünk. Jó a csel. Kevésbé sikeres a pörgetés. Balog elől pedig Farkas szedi el, rövid a passz, Orosz aztán javítja a fiatal Farkas hibáját. Nem sok híja volt, sikerüljön elmenni két Kunhegyesi játékosnak is a karcagi védők mögé. Hiába van meg az egy gólos előny, oda kell azért figyelni a védelemben. Nem lenne jó elszórakozni
a karcagi vezetést. Balog! Jó labda, sikerül lekezelni a büntető területen belül, most vissza, lekapcsolja azonban a karcagi csapat, és kifelé jár majd a szabadrugás. 2007 óta egyszer sem játszott döntetlent egyébként egymással a két csapat, így ha abban bíznának esetleg a Q4-esiek, hogy na egyet rúgunk, és akkor megvan az egy pont. Hát bizony az elmúlt évek alapján ez nem lesz ilyen egyszerű. Kilenc karcagi győzelem mellett három Q4-esi siker. Legutóbb a már említett tavalyi, igen, csak fordulatos 3-2. Ott volt a Tomi is mellette. Ilyenkor az a lényeg, hogy nem vissza! Vagy csinál vele valamit, vagy nem. Ez a magyar kérdés. Pedig jól megy Q4-esen. Mindegy, hogy milyen szinten tudatosan belül a darunknak veszik. 2009-ben 3-2-re, azt követően 3-0-ra, majd 2-1-re és 2-0-ra is nyertünk itt. Most jelenleg egy góllal vezetünk. De ennek a meccsnek még nagyon nincs vége. Hajdú tovább. Nem jut el a labda Kocsisig. Németh szépen lépett oda és szerelt. Hajdú aztán már szerelni próbál. Ez is szabadrugás. Azért játékvezetői szempontból nem a legkönnyebb a dolga Veréb Máténak. Hosszan előre. Említésre méltó fejes. Látunk már gördülékenyebb karcagi támadást, meg úgy összességével véve izgalmasabb és jobb karcag meccset is a szezonban. De most már itt a 25. forduló magasságában mindent a három pontért. Tyukodi. Hajdú. Ha kimegy szöglet, de nem megy ki. Nagy kár, hogy elveszítjük. Balog kanyarint középre. Jó a fejes. Kapu fölé megy azonban. Mint hogyha az elmúlt percekben egy picit jobban rákapcsolt volna a kese. Szép lassan egy újabb góllal akár le is küthetnénk ezeket a kedélyeket. A következő gól igencsak sorsfordító lehet a találkozón. Agócs jön. És szépen jön, jól jön, határozottan. A kidobásával sincs gond. Balog és Imre, a két hetes. Imre nyer. Közép hátvittól kicsit szokatlan messzámmal a hátán. Gyere visszám, ne szaladgálj annyi! Lépjél visszám! Figurigáznak úgy is! Balog! Vissza kell lépni a labdájáért, de megvan az, igyekeznek a védők mögé bejátszani, Farkas jól olvasta. Szépen hozta ki. Valók nem is iparkodott, talán ő is látta, hogy lesen van.
Kevesebb, mint fél óra hátra. Erdei 47. percben szerzett góljával 1-0-ra vezet a Karcak Kunhegyes ellen. Agócs elszámolja magát. Szerencsére azonban jött az alapvonal. Az leszerelte a kunhegyesi játékost. Kirúgás lesz. Orosz vágja ki. Szőke meg készülődhet. Ő végzi el a szabad rugást. Saját térférről 16-oson belülre egészen a kapusig. Fejelési célzatra teljesen használhatatlan volt. Rózsa. Pai. Ez sem jó indítás. Nem játszunk jól. Majd, hogy nem egyelőre a csoda kategória, hogy sikerült betalálni. De mindenképp a csapat erejét mutatná, hogyha ilyen felforgatott összeállításban. Ráadásul Kovács Csaba sérülésétől sújtva is sikerülne 3 pontot szerezni. Imre! Kupai. Jobb külsővel tovább Rúzsának. Ő is egyet tovább teszi, Szőke, jó a csel, most a lövés. Nem baj, be kellett volna adni, Robi. Igen, csak gyengére sikerült. Megkapja azért a biztatást és a buzdítást a nézőtérről. Farkas eladta. Leszerződhetne valami nagy sportszergyártóhoz is, ha ilyen jól megy neki. Orosz aztán szépen rutinosan kikíséri az alapvonalon túlra a labdát. Kicsit megtámasztották, szabadrugás lesz. Agócs végzi majd el. Balog, nagyon kergeti Dobos, visszahúzza. Szabad rugás lesz befelé. Sőt, kap egy sárga lapot Dobos, neki viszont már volt egy 10 perccel ezelőtt Rózsa felrugásáért. Kapott Dobos Nándor ilyen jellegű figyelmeztetést. 10 emberre fogyatkozik a Kunhegyes. Nagyon buta szabálytalanság. Egy sárga lappal a birtokában így visszahúzni a meglóduló karcagi játékost. Óriási felelőtlenség. Dobos Nándor pedig a 68. percben piros lap. Ma sem húzzák meg kiállítás nélkül a kunhegyesiek, csak úgy, mint ősszel Karcagon. Akkor 5 percet és a hosszabbítást, most bő 20-at kell Dobos hibája miatt így játszaniuk, és most, amikor már lassan-lassan kezdtek volna támadóban föllépni, ez a mínusz egy ember nem a legjobban jön. Pedig Dobos játékában sem nagyon vannak benne az ilyen durvaságok. Utoljára 2011-ben állították ki, akkor még U16-ban játszott. Hát ma pont egy ilyen meccsen nem a legjobb kor. És ez most egy picit össze is zavarhatja a kunhegyesieket. Újabb olyan pozícióban szabálytalankodnak,
amiből bizony komoly gólhelyzet is kialakulhat a kapujuk előtt. És az esetleges más mérkőzések alakulása, illetve ha itt a Kunhegyes vereséget szenved, könnyen azt jelenti, hogy egy pontra kerülnek az utolsó helytől, és visszacsúsznak az utolsó előttire. Ez persze az, hogy a Kisújszállás nyerjen, ami mostanság szintén nagy bravúr. Szőke puskázza el a szabaddugást. Ilyenkor már mindenki úgy gondolja, hogy jobb lett volna, ha más végzi el. Nem jött össze. Így viszont már, hogy az ellenfél emberhátrányban futballozza végig a hátralévő játékidőt, szinte kötelező megtartani a Karcagnak az előnyt. Meg hát jó lenne az ilyen helyzeteket, lehetőségeket, mint az az erdei lövés gólokkal befejezni. Lemaradtak róla középen. Picit volt erősebb csak a keleténél erdei Lastia. Dobos. Annak ellenére, hogy Nándort kiállították, Róbert még a pályán. De ne most lépjék ilyenkor! Nem lehet kinek tenni. Hajdú. Nem jó. Balog. Ezek szerint nem volt les, innen úgy tűnt, hogy lehetett volna fújni, Hajdú lő. Ott benne elképzelés. Nem sikerült kivitelezni. Beveszek egyetek, Timike! Nincs meg a labda. Kocsis Norbert. Róla ment ki. Ismét. Most mondjuk már így akarta. Karcagi játékos elől mentett. Bokorban való labdakeresés abszolút ligetúti hangulatot teremt. Megint a karcagiak jöhetnek. Most már több mint 500 perce gólképtelen a Kunhegyes. Kimen, nagyon kimen! Go! Szőke túlkavarta, túlkeverte, aztán kezezést reklamálnak a karcagiak. Balog viszont egy az egyben Orosz Istvánra vezetheti rá a labdát. Most a passz, nem sikerül még egyet tovább tenni, Farkas lábában akad el a labda. Egy leheleten múlott most a Kunhegyesi egyenlítés ember hátrányban. Nem szabad ész nélkül kimenni a karcagnak. Könnyen megbosszulhatja az magát. Erdei távoli lövés. Csontos véd. Miért nem mész oda? Csináld meg! Vissza kupa! Gyere vissza, vissza, vissza! Hosszú Jelika! 11-es gyanús mutatja a játékvezetőt, tessék szépen fölkelni, nem történt semmi. Itt viszont már volt egy kis harc, küzdelem. A karcagiak jöhetnek. Balog kéri számon a játékvezetőn az alábbi esetet, ő nagyon szeretne 11-est.
Nem ez történt. Bukovszki. Egycsel megvolt, a második már nem. Újra a Kunhegyes, mert lassan odaérünk a mérkőzésen, hogy most már nem lesz veszíteni valója a Kesének. Ha pontot akar szerezni, akkor bizony támadni kell. Balog. Tyukodi. Jó labda a védők mögé, Hajdú. Most a beadás, nem pattan ki, csak dobás lesz. Nagyon szeretett volna egy szögletet Hajdú. Nem kapta meg. Igazi vándormadár, 13 éve hagyta el Karcagot. És rendkívül sok helyen megfordult. Agócs könnyen véd. Hajdú előbb Békés Csabán, majd az MTK-ban, később Balmazújvároson, Kazincbarcikán, János Hidán, 60-ban, Felső Tárkányban, Mádon, illetve Andornak tenni is focizott Kunhegyes előtt. És hát még mindig mindösszesen 26 éves futballistáról van szó. Balog magyaráz a szabadrugás miatt. Lehet még mindig a pár perccel ezelőtti büntető az, ami fáj neki. Majd meglök egy picit Kupait, így pedig mind a ketten sárgát kapnak. Orosz István pedig kicsit leszidja Kupait, hogy miért kell mindig ott lenni, ahol a balé van. Balognak ez már a 7. lapja a szezonban. Kupaival együtt estek most bűnbe. Hamar pedig jöhet a szabadrugással. Van 3 gólja a szezonban Hamarnak, hát alig ha fogja kapura rúgni. A szél sem dob rajta. Ahogy Orosz Istvánt ismerjük, lassan majd talán jönnek a cserék is. Valamennyien lelkesen melegítenek. És hát 1-0-ás előnyünknél időhúzó jelleggel is harcba lehet dobni még a kispadon csücsülőket, vagy éppen a kapu mögött melegítőket. Szabadrugás. Az első félidőben két ilyen után a Gócsnak védeni kellett. Ebben mindenképp bízhatnak a hazaiak. Belépünk a 79. percbe. Továbbra is Erdei egyetlen góljával 1-0-ra vezet a Karcag. Most fut neki Balog, kapura teszi, fölpattan a Gócs előtt, másodjára megvan azonban a kapusnak. Nyugi van, Agi! Nyugi van, kifele van úgy is. Lögtek is rajta picit, illetve les volt. Megúsztuk. Nem kapkodunk.
átveszt a mai mérkőzést. Nagy fegyvertény lehet az egy gólos előny is, és az egy gólos győzelem. Orosz hosszú labdája sikerült tovább csúsztatni, Balogh talpa alatt azonban elcsúszott. Sikerül azonnal visszaszerezni. Csere lesz. Orosz István sérülésből visszatérve 80 percet játszik. Nagy István veszi át a helyét. 8. alkalommal a felnőttek közt csereként Nagy. A jövő egyik meghatározó embere lehet Karcagon, hogyha továbbra is így fejlődik. Nem vagyunk a meccs hajrájában most már. Hamar. Pontatlan fejes. Jó labda, Rózsa, és benn van a második gól. Rózsa István egykori csapatának talál be a 81. minutumban, ezzel pedig úgy néz ki, hogy eldől a mérkőzés. Remek csere, Nagy István szinte első labda érintéséből gólpasszt ad Rózsának. Ő pedig, ha már ott jár a 16-oson belül, akármennyire is oldalt volt, betalál. Ez volt Rózsa negyedik gólja a szezonban. A sárga lapja után a gólszerző rovatba is beíratja magát a jegyzőkönyvbe. 2-0, és így, hogy 10 emberrel küzd a Kunhegyes, alig 10 perccel a vége előtt, két gólos hátrányban, innen már nem igen van visszaút. Balogh. Farkas, oda csúszik elé Balogh. Ő nagyon aktívan futballozik az egész mérkőzésen. Mint hiába. Két szép karcagi gól a második félidőben, egy a játékrész elején, egy pedig a hajrában. Könnyen lehet, hogy ezek azok, amik eldöntik a három bajnoki pont sorsát. És úgy néz ki, hogy az is előfordul, hogy ahogy egy hete Tiszafüreden a 0-0-ás félidőt követően 2-0-ra kap ki a Kunhegyes, hasonló forgatókönyvvel ma sem gyarapíthatják majd pontjaik számát. Pedig úgy Isten igazából nem játszott jól a Karcag. Vissza-vissza! Balogh. Így van! Bravo, Robi! Szőke fejelt. Dobos. Sokat melózott ő is a középpályán. Lehet, hogy későn kezd el ébredni a Kunhegyes. Már nem ami ezt a mérkőzést, hanem ami a bajnokságot illeti. Sok pont maradt benne azokon a meccseken, amikor nem kellett volna. Rózsa külsővel. Nem volt jó labda. Pedig ha a gól után még egy asszisztot is jegyzett volna, az lett volna csak igazán szép. Mindezt néhány perc leforgása alatt.
azért így sem panaszkodhat a mai teljesítményére. Bukowski kapásból szeretett volna lőni. Megtréfálta a talaj. Imre. Gyere, gyere, gyere vele! Balog. Gyere vele! Ne ijedj már meg tőle! Most Dobos. Hajdú. Itt van! Gyere, 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 gyere! Farkas szerez labdát. Nem akar megindulni. Rózsa meg hosszan indít. Ebből sem tudunk építkezni. Csak Balog elől. Kioszt egy kötényt Imre mellett, ott is hagyja őt Imre. Jó a passz, Farkas, ő is szeretett volna egy bört kiosztani. Két gólos előny birtokában most már cifráznák a miénk. Rózsa aztán csak a biztosat. Gyere, gyere! Dobos. Gyere most, menjél vissza! Tyukodi. Vissza, vissza! Balog kapja. Menjen már, őri, segíts! Nem tudja tenni senkinek. Most Hajdú. Ő is egyel tovább. Szépen körbejár a labda. Kocsis teljesen kikeveredik. Elveszti, de legalább lehet cserélni. Második mezőnyjátékos cseréjét is harcba küldi Varga László. A Tiszagyendáról télen visszaérkező Horváth László jön a pályára Balog András helyett. Sokat volt játékban Balog, nem is játszott igazán rosszul. A pici plusz hiányzott ma. És egy karcagi csere is. Rózsa István helyén Kátót András. Kátót is Kunhegyesről érkezett karcagra. Még a nyáron egy felnőtt mérkőzésen mutatkozott be a Kese színeiben. Ez egy 17 esztendős játékosról van szó. Ő is inkább az utánpótlás csapatainkban játszik. Nagy! Ez az, Pisti! Gyerünk egyet tovább! Kupai a leshatáron túl. Hiába kiabálták többen is, hogy nem volt les, bizony az volt. Egyébként sem lett volna esélye elérni. Dobos, 17 éves kora óta a felnőttben játszik. Látszik is rajta egyébként. Nincs megilletődve fiatal kora ellenére. Jó labda. Ezért sem fúj 11-est veréb játékvezető. Balog. Most szétszakad a pálya. Hiányzik a közepe. Balog pedig még a mély csíkon bent tartja. Még mindig ő. Már lefújják. Nem volt kint egyébként a játék, szóval teljes terjedelmével biztosan nem. Dobás lesz. De csak a csere után. Majlát István is beáll a karcagi csapatba. Éppen Balog József helyére. Most már elkönyveltjük, hogy Zsinórban hatodik meccsén sem talál be Baba. Jó lenne, hogyha újra megtalálná a góllövő cipőjét. De inkább egy ilyen meccsen, amikor mások termelnek. Akkor ne jöjjön, mint majd egy esetleges 0-0-nál. Nem engeditek el!
Gyukodi. Így van. Egy picit. Farkas szépen tovább pöcköli. És még mindig nála, aztán már a társakat keresi. Baszi, erre dobja Kupainak. Utolsó perc rendes játékidőben. Kupai kapura lövi. Remek lövés volt, megtréfálta majdnem Csontos Ádámot. Karcagi szöglet lesz. Könnyen előfordulhat, hogy a találkozó utolsó említésre méltó momentuma jöhet majd. Igazából nincs különösebb oka a játékvezetőnek a hosszabbításra, ráadásul a találkozó kimenetele is eldőlt. Nem értik meg egymást most a karcagiak. Nem volt jó megoldás. Hazai pardobás. Úgy néz ki, hogy 2-0-ra győzzük le a kiesés elől menekülő Kunhegyest saját pályáján. 0-0-ás fél idő után Erdei, valamint Rózsa voltak eredményesek. Erdei még a 47. percben, Rózsa pedig itt a hajrában, a 81. minutumban. Ezzel a két találattal tehát megnyeri a kunsági rangadót a karcagi ese. Nem volt egy szép meccs, nem volt egy jó meccs, a küzdelem dominált mindkét oldalon, azért a motiváció jelei megjelentek más és más okokból. A hátralevő 5-6-7-ben is így futballozik majd a Kunhegyes, akkor tegyük hozzá, hogy minden esélye meg lesz Varga László csapatának a bemaradásra. De most már szépen lassan nem csak az elszántságnak kell megjelenni, hanem bizony a gyűjtött pontoknak is. Orosz István csapata pedig ezzel a győzelemmel tovább kapaszkodik. Nem tudni még, hogy milyen eredménnyel zárulnak a mérkőzések, de biztos, hogy nem nő 5 pontos hátrányunk a listavezető Szajollal szemben. És legalább 2 pontra leszünk a bronzéremtől. Következőnek majd Csépa látogat Karcagra. Őket kellene 2 vára fektetni, de az sem lesz egy könnyű mérkőzés. Remélhetőleg a sérültek, illetve az eltiltottak már, akkor majd Orosz István rendelkezésére állnak. Még Orosz István szokásához híven a kezdőkörben ellátja utasításokkal játékosait egy gyors értékelés után, a hazaiak pedig már az öltözőbe vonulnak, Varga László majd ott tart egy kis eligazítást az övéinek. Még egyszer a végeredménnyel búcsúzom. A kunsági rangadón a megyei bajnokság 25. fordulójában Kunhegyes Karcag 0-2. Csanád István operatőr kollégám nevében is köszönöm szépen mai figyelmüket. Halmai Mártont hallották, a viszontlátásra, viszonthallásra. Tehát itt állunk a Kunhegyesi pálya szélén. Varga László kunhegyesi vezetőedzőt kérdezzük. 2 vereség egymás után, hisz a múlt héten Tiszafüredet kaptak ki 2-0-ra, most pedig a Karcag ellen, a szomszédvár ellen. Ehhez mit szól? Igen, üdvözlöm a karcagikat. Hát azt tudom mondani, hogy hát ugye a Tiszafüred is jó csapat, a Karcag is jó csapat, nem feltétlenül őket kellene nekünk megverni, bár szerettük volna, de nem sikerült. Hát majd megpróbálunk olyan csapatokat elcsípni, ahol több esélyünk lesz nyerni. Tehát a közvetítői állásból itten bírálták a szurkolók, mind a helyi, mind a karcagi szurkolók, hogy 11-es meg, tehát sok 2-es ítélet volt. Ehhez mit szól? Igen, én is úgy láttam, hogy hát volt 2 gyanús szituáció, amit nem fújt be a játékvezető, hát lelke rajta. Következő mérkőzés is nehéz lesz, hisz a Törökszent Miklóshoz mennek, aki a 3., ettől mit várott a mérkőzéstől? Hát az a mérkőzés is ugye, mivel a Törökszent Miklós ugye 3. helyen áll, végül is ő az esélyes természetesen, de nem feltétlenül megyünk oda se. Mi és megtaláljuk a gólövő cipőnket, akkor lesz esélyünk nyerni, de ez mondom, meg kell találni a gólövő cipőnket. A Kunhegyes pengélyen táncol, tavaly is te a pengélyen táncolt, és veszélyfutással, amely a kisújszállással, hogy ne, tehát hogy melyik lesz a kieső helyzet. Most a fél időben információnk szerint a
kisújszállás 4-4 állt a János Ide ellen, ami elvileg tehát jó eredménynek számít, és ráadásul még vezetett a kisújszállás. A Kunhegyesnek mi a célja? Hát Gógyesnek az a célja, hogy továbbra is bemaradjon a megyes osztályba, és nyáron szeretnénk erősíteni, hogy elkerüljük ezt a veszélyfutást, hogy mindig bemaradunk, nem maradunk, tehát ehhez erősíteni kell, legalább két főt szeretnénk igazolni nyártól. Ez így legyen, és sok sikert kívánunk a Kunhegyesnek, hogy legyenek további Karcag Kunhegyes, Kunhegyes Karcagi mérkőzések. Hát köszönjük szépen, mi is szeretnénk nagyon, hogyha továbbra is a megyegyben fotballoznánk, és lennének Kunhegyes Karcag mérkőzések. Köszönjük szépen. Most pedig a karcagi csapat vezetőedzőjét kérdezi, Korosz Istvánt. Sikerült a kunsági rangadón begyűjteni a 3 pontot, bár csak a 3 pontnak örülhetünk szerintem. Igen, én is úgy érzem, hogy sajnos játékban alul maradtunk, de a kötelező úgymond győzelmet begyűjtöttük. Jól alakultak az eredmények is, úgyhogy 3 pontra vagyunk az első eltér, mert Szajol X-et és Török Szemikros pedig győzött Turkeve ellen. De nem is ezzel foglalkozunk, hanem inkább azzal, hogy amit mondtam a fiúknak meccs után, hogy sajnos nyögve nyelősen, de hoztuk a 3 pontot. Én úgy érzem, hogy az 1-0-nál egy kicsit könnyelműre vettük utána a dolgot. Nagyon sok eladott labdáink voltak elő és középpályán, és majdnem megbosszulta magát. Az első fél időben szerintem a játékvezető egy jogos gólunktól megint megfosztott. A második fél időben hamar rúgtuk a gólt. A második az nehezen született meg, de a kiállítás és a második gól után szerintem már eldőlt a mérkőzés. Nehéz mérkőzés volt, meg egy ilyen mérkőzésen mindig nehezebb, sokkal nehezebb felpörögni, mint egy élcsapat ellen, de én azt mondtam, hogy az a jó sportember, hogyha ilyen mérkőzésen is fel tud pörögni, sajnos sokan nem úgy tudtunk felpörögni, de még egyszer mondom, fontos 3 pontot szereztük és hoztuk a kötelezőt. Tehát már az előbb mondtad a első gólt, hogy azt nem adta meg a játékvezető. Szerinted az les volt, vagy nem? Mi úgy láttuk a lelátón, hogy nem volt les, a játékvezető pedig nem adta meg. Azt mondta a partjelző, hogy azért húzta be, mert azt hitte, hogy Erdély Tibi hozzáért a labdához, nem ért hozzá, úgyhogy ez sima gól volt, sajnos nem adta meg. Bele kell törődnünk, amit a bíró befúj, vagy megad, az a gól. Ezt nem adta meg les címén, úgyhogy, de még egyszer mondom, a 3 pont az zsebben van. Következő mérkőzés, a hazai mérkőzésen Csépárt fogadjuk, aki bárkit megtréfált már. Lesz-e tiltás, vagy sérülés? Hát kérdéses Kovács Csabinak a játéka, mert őt le kellett hozni már az első fél idő vége fele a térd miatt. Szívos Gergő letölti az eltiltását, az 5 sárga lapját, Balogh Csabi már letölti ő is a piros lapos eltiltását, sajnos Varga Zolikának még van hátra. Úgy tudom, hogy valószínű, hogy Rózsa Pistit is nélkülöznöm kell, mert ő is úgy néz ki, hogy vissza kell menni Ausztriába dolgozni. Reméljük, hogy nem lesz több sérülés. Kocsis Janiba bízunk, hogy már jövő héten el tudja kezdeni a mozgást, és tényleg hétvégén tudok rá számítani. Nagyon fontos mérkőzés elé nézünk. Igaz, hogy most Csépa 8-1-re kikapott Tiszafürettől otthon, de tényleg nagyon hullámzó a teljesítménye Csépának. Bárkitől ki tud kapni, de bárkit meg tud lepni is. De mindenféleképpen mi, ha dobogót akarjuk megcélozni, akkor odahaza a 3 pontot el kell hoznunk. Hát ezen kívül még van 5 forduló, és több nehéz meccs, hisz hazai pályán fogadjuk a 5. helyezett Jászárokszállást, Kisújszállásra megyünk, és az se lesz egy könnyű mérkőzés, és a Tiszaföldvárt fogadjuk, ami szintén nem lesz egy könnyű mérkőzés, hisz Tiszaföldváron az utolsó fordulóban ősszel kikaptunk. Igen, igaz, hogy Árokszállásra utazunk, mert Fényszarút fogjuk fogadni, de 5 mérkőzés van hátra. Én úgy érzem, hogy ha oda tesszük magunkat fejbe és mentálisan, akkor nem lehet problémánk. Belekerülhetünk hullámvölgybe, de reméljük, hogy majd ez az utolsó forduló után lesz. Bízok benne a társaságban és a csapatban, hogy tényleg mindent meg fogunk tenni ezen az 5 mérkőzésen, és reméljük, hogy minél szebb eredményt fogunk elérni a bajnokságba. Orosz Pistinek köszönjük innen a Kunhegyesi pályáról, és gratulálunk a győzelemhez. Köszönjük szépen!
Hajdú Zsolt 16-osban szintén téli igazolás. Ő is ismerős lehet a karcagi futballbarátoknak annak ellenére, hogy Kunhegyesi mezben rúgja a labdát. A testvére Hajdú Tibor is évekig erősítette a karcagi csapatot, illetve az édesapja is aktív részese volt a karcagi futball életnek. 2003-ban távozott Hajdú Zsolt Karcagról, azóta nem tért úgymond haza. Most télen Antornak tájáról Varga László hívó szavára csatlakozott a Kunhegyeshez. Életerő szabadrugás, Agócsnak kell védeni. A kipattanót pedig aztán sikerül szögletre tisztázni. Meg volt az első helyzet a 6. percben. Már egy hete azt mondta, hogy nem biztos, hogy ő is a csapat rendelkezésére fog tudni állni itt Kunhegyesen. Olyan is sérüléssel bajlódott az elmúlt hetekben, de annyi a hiányzó, hogy bizony muszáj volt összedrótozni a magát egy ilyen rangadóra, és hát nem árt neki is ott lenni a pályán, vezérnek lenni Varga Zoltán, valamint Szívós Gergő hiányában. Össze kell rántani a fiatalokat. Sok hiányzó miatt egyébként Rózsa is újra ott a kezdőben. Ő ausztriai munka miatt hagyta ki a bajnokság első felét, és most pedig ő lő. Kis hiány volt csapatának, talál be. Baj, hogy nem ajtóablak. 8 méterről oda lőtte volna, ahova akarja. És hát a kis túlzásra az is volt, hogy oda is lőtte, ahova akarta. Kicsivel kapu fölé. Farkas. Az elmúlt hetekben kezdte el letenni a névjegyét Farkas Sándor. Ez az 5. mérkőzése a felnőttek közt. Jó a csel, szép a passz is. Elmegy azonban ez a kis belsős tekerés. Nagyon láttam, akkor Erdei Tibor volt az elkövető. Csontos nagyon nyugodtan védett, és hát védte szemmel. Szépen kikövette. Hely ott vonalban. Jól látta, hogy ebből bizony nem lesz gond. Össze 3 gólt rúgott a tavaszi szezonban Balog Józsi. Ő a legeredményesebb karcagi 12 találatával. Ráadásul csak 2 mérkőzésen volt eredményes. Az eddigi 9-en 2016-ban János Ida ellen duplázott. 6 hete gólképtelen. És akár annyira is fiatal játékos, néha ez látszik egy frusztráció az ő teljesítményén. Erdei közben ő is jó formában futballozik. Ballal eresztett meg egy távoli lövést. Erre már úgy gondolta Csontos, hogy elvetődik. Veszélyesebb volt, mint az előző, de most sem talált kaput. Hát az őszi meccsen ilyenkor már vezettünk. Szívós Gergő a 3. percben már betalált. Akkor a félidő 3-1-jel zárult. Kocsis góljával egyébként még 1-1 is állt az eredményjelzőn. Hát a vége kiütés lett. Szívós duplázott. Szőke Mester 3-ast jegyzett, betalált Bukoszki, valamint Balog is. Érdekes egyébként, hogy mégsem ez a legnagyobb arányunk veresége idén a Kunhegyesnek. Túlkevétől sikerült 8-0 arányban is vereséget szenvedniük. Balog a labda mögött, a 20. percben járunk. Inkább fejesre, meg is van a bólintás Agócs kezébe. Nagyon jó helyen szotyizott Agócs, ha szabad így fogalmazni. Ha ezt sikerül oldalra fejelni, vagy valamelyik sarokba, könnyen ebből is egy gól születhetett volna. Ez már a 2. veszélyes kunhegyesi szabadrugás. Ha akcióból nem is megy, szabadrugások után bizony képesek lehetnek veszélyt okozni a karcagi kapu előtt. És ez már a 2. komoly szansz 20 perc alatt. Nekünk még nincs kaput találó komoly lehetőségünk. Erdeinek volt távoli kísérlete, ő azonban nem talált ketrecet.
Csontosnak nem volt még védeni valója. Erdei középre kanalaz. Nem sikerül kivágni. Az egyik Kunhegyesi a földön, megy tovább a játék, valahogy kikeveredik, és megint fölé bombázunk. Kísértetiesen hasonló egy pár perccel ezelőtti megoldáshoz, amikor Rózsa közelről fölé lőtt. Most is nagyon be akartuk helyezni. Minden kulcsemberre szükség van, említettem, hogy nagyon nehéz, kutyakemény sorsolásban a Kunhegyes. És hogyha valaki ránéz a hátralévő találkozóikra, akkor bizony azt állapíthatja meg, hogy reális esélyük. Csak az utolsó fordulóban jászfényszorú ellen lehet a pontszerzésre. Addig úgy fognak kifutni, hogy már az egy pont is bravúr lenne. Kapuig elmegy, benyomja nagy darab! Bukovszky, ott van még, jó lehetőség, megvan a gól. Azonban az asszisztens jelez, mégpedig lest. Nem érvényes a karcagi gól, nincs meg az előny. Egy nagyon érdekes játékvezetői ítéletnek köszönhetően. Lépjél vissza, baba, ne szaladgálj, pocsába! Varga! Lépjél vissza egy kicsit, úgy van! Jön a csel, aztán megy a passz, már Balog tovább, most Hajdú! Elvállalja. Jócskán mellé. Bukovszky és Szőke mind a ketten szeretnék elvállalni a szabadrugást. Megvitatják. Eldöntötték. Most már csak jól kellene megcsinálni. Kapura megy. A kapu közepére. Könnyű zsákmány Csontosnak. Utoljára február 28-án fordult elő, hogy például a Karcak nem rugott gólt az első fél időben. De az, hogy 0-0-ra álljunk a szünetben, az legutóbb 2015 novemberében még jászfényszarunk fordult elő. Azt megelőzően pedig a 6, illetve 7. fordulóban Szajol és Füred ellen volt 0-0 az állás forduláskor. Ebben az idényben tehát kedves nézők nem jártak még úgy, hogy az első fél időben nem láttak gólt. Hát ma ez is megtörténik. Reméljük, hogy a folytatásban azért egy kicsit aktivizálják magukat a csapatok. Erdei, hát ő rögtön meg is teszi. A 47. percben, ahogy kijövünk a fél időre, már vezet is a Karcag. Hát, ha ez kellett hozzá, akkor hamarabb is mondhattam volna, hogy jó lenne betalálni. Erdei góljával igen korán megszerzi a vezetést a második fél idő elején a csapat. Kellett hozzá egy védelmi hiba is. Nem sikerült felszabadítani, és pont Erdei elé került. Ő pedig ballal nem teketóriázott, ahogy jött, erőből, védhetetlenül, közelről. Nem tetett róla Csontos. 1-0 tehát. Jó a labdaszerzés. Kicsit most megtorpan az akció. Balog azonban szépen teszi, most kapja meg Erdei. Nem jön össze a csel. Hamar viszont egyből indít, nyugodtan haza kísérheti majd Imre Zoltán. Ő is mindössze egy meccset hagyott ki. A csapatkapitány, saját nevelésű játékos. Fontos láncszeme a védelemnek. Még akkor is, hogyha az nem musikál annyira jól. 51 gólt kaptak a Kunhegyesiek a bajnokságban. Átlagban fordulunk kint több mint kettőt. Ezen kellene lefaragni.
2007 óta egyszer sem játszott döntetlent egyébként egymással a két csapat. Így, ha abban bíznának esetleg a kunhegyesiek, hogy na egyet rúgunk, és akkor megvan az egy pont. Hát bizony az elmúlt évek alapján ez nem lesz ilyen egyszerű. Kilenc karszagi győzelem mellett három kunhegyesi siker. Legutóbb a már említett tavalyi, igen, csak fordulatos 3-2. Hajdú. Ha kimegy szöglet, de nem megy ki. Nagy kár, hogy elveszítjük. Balok kanyarint középre, jó a fejes. Kapu fölé megy azonban. Kupai. Jobb külsővel tovább Rúzsának. Ő is egyet tovább teszi. Szőke, jó a csel. Most a lövés. Nem baj, be kellett volna adni, Robi. Igen, csak gyengére sikerült. Dobos. Annak ellenére, hogy Nándort kiállították, Róbert még a pályán. Gyere most lépjék ilyenkor! Nem lehet kinek tenni. Hajdú! Nem jó. Balog. Ezek szerint nem volt les, innen úgy tűnt, hogy lehetett volna fújni. Hajdú lő! Ott benne elképzelés. Nem sikerült kivitelezni. Rá fogja rúgni, emelni hosszúra! Most fut neki Balok, kapura teszi, fölpattan a gócs előtt, másodjára megvan azonban a kapusnak. Nem vagyunk a meccs hajrájában most már. Hamar. Pontatlan fejes. Jó labda, Rózsa, és benn van a második gól. Rózsa István egykori csapatának talál be a 81. minutumban, ezzel pedig úgy néz ki, hogy eldől a mérkőzés. Remek csere. Nagy István szinte első labda érintéséből gólpaszt ad Rózsának. Ő pedig, ha már ott jár a 16-oson belül, akármennyire is oldalt volt, betalál. Ez volt Rózsa negyedik gólja a szezonban. A sárga lapja után a gólszerző rovatba is beíratja magát a jegyzőkönyvbe. 2-0, és így, hogy 10 emberrel küzd a Kunhegyes, alig 10 perccel a vége előtt, két gólos hátrányban, innen már nem igen van visszaút. Nem engeditek el! Tyukodi. Így van. Egy picit. Farkas szépen tovább pöcköli. És még mindig nála, aztán már a társakat keresi. Bal szélre dobja Kupainak. Utolsó perc a rendes játékidőben. Kupai kapura lövi. Remek lövés volt, megtréfálta majdnem Csontos Ádámot.